tehát fél órát lefotózták azt az ágat. Most menj bele még a videómba. Persze. Thank you, madame. Köszöntelek titeket a mai videóban, amiben itt van mellettem Barni és Ábel. Aloha! Nagyon-nagyon különleges videó, ugyanis először is ez az év első videója, úgyhogy boldog új évet nektek, mert videóban még nem kívántam boldog új évet. Boldog karácsonyt is. A mai videóban egy olyan dolgot fogunk csinálni, amit egyszer egyébként már csináltunk. De velünk egyet. Ami egy olyan dolog, amit szerintem bárki megcsinálna, szóval ti nem cserélnétek, meg van olyan, hogy örök élet, arra mindenki vágyik arra, hogy víz alatt tudjon lélegezni, de arra, hogy a mi bőrünkbe bújhasson, szerintem mindenki vágyik. Mert sokan nem vágynak. Én csak otthon akarok feküdni a saját ágyomba, és kész. Szóval életet fogunk cserélni, viszont most nem fogjuk kihúzni, mint múltkor. Ugye múltkor kihúztuk, én lettem Ábel, Ábel lett Barni, Barni lett én. Most viszont megfordítjuk ezt a kört, én leszek Ábel, Ábel lesz én. Nem, Barni nem, lesz. Én leszek Ábel, te leszel én. Ábel lesz. Mindegy, a lényeg az, hogy én leszek Barni ma, úgyhogy egy napig a bőrödbe fogok bújni, te pedig az enyémbe, úgyhogy... A legfontosabb kellék, hogy Kettnerek legyünk, az... Már is kapom a Kettner, fő Kettnertől. Vigyázz rá! Könyörgöm, ami Kettner vagy, ezt a világító sapkát ezt vedd. Ábelnek van egy olyan sapkája, ami világít. Van egy célpont. Ja? Nem rossz. A guy from Paris. Nem, olyan, mint egy amerikai színész, aki lecsúszott és drogosan megy el egy interjúra. Az pont én vagyok. Pont így nézel ki. Most visszatekerjük az időt, és előről kezdődik az egész, úgyhogy úgy kell fel, mint Barni. Alapjába véve, hogyha ez egy teljesen átlagos, hétköznapi nap lenne, akkor azt azzal kezdeném, hogy elmennék indokolatlanul Ausztriába, felülnék egy gépre, visszarepülnék Magyarországra, és visszajönnék a lakásba. Viszont ma ez egy különleges nap, amit valami teljesen mással kezdek. Most, hogy a nap első részével végeztem, leülök az íróasztalomhoz, előveszek egy papírt és előveszek egy laptopot, majd olyan dolgokat írok le, amiket nektek soha nem mutatok meg. Most, hogy a mai motiváció megvan, nincs más hátra, mint hogy jöjjön pár timelapse gyönyörű városunkról, ameddig én elmegyek edzeni. Most, hogy csináltam valami egészségeset, most ezt négyzetre fogjuk emelni, és csinálok valami egészséges ebédet. A BB-1B egyenlő 1B konyhában. Na, hát elérkeztünk a videó legnehezebb részéhez, mármint, hogy nem nehéz, mert Barni vagyok is tudok főzni, meg sőt, minden ilyeneket csinálni. Úgyhogy főzni fogunk. Oké, hát a hűtőben annyira sok minden nincsen, de egy kis paprikát, az jöhet. Mi van még itt? Jó, azt mondja, ne mert. Elfelejtettem, hogy vezetek. Szóval van itt még tojásunk. Valószínűleg tojást fogok csinálni, mert most edzettem, és tudok egy nagyon-nagyon jó receptet, amihez tojás kell, egy serpenyő, olaj, és egy nagyon-nagyon különleges hozzávaló, amitől könnyebben tudunk fejlődni. Sokan azt gondolják, hogy a főzés egyébként egy nagy tudomány, viszont ott van például Harry barátom, akinek köze nincs a főzéshez, viszont ez egyáltalán nem így van. Itt extra van megfűszerezett tojásrántottához, szükségünk van tojásra. Hoppá. Amíg fő a tojás, amíg sül a tojás, addig vágunk bele egy kis hagymát, ezzel adva neki egy pici ízt.
Jön az utolsó kis extra, egy különlegesség, amivel igazán táplálóvá tesszük a mai ételt. Ameddig a kaját megmikrózzuk, ugyanis ez az utolsó része az egész kajakészítésnek, addig következzen egy gyors kávé ivás, az is összevágva. Miközben a délelőtt utáni kávémat szürcsölgettem, végre figyelmesedtem egy hangra, amire már fél órája vártam. Igazából ezt az ételt mindenkinek csak ajánlani tudom. Gyorsan elkészül, tápláló. Miután befejeztem a proteindús, egészséges, izomnövelő ebédemet, itt volt az ideje egy kis munkának. Na sziasztok, az élőben van is rászok, ez a lányok a mai videóban. Jönem. Regade. Ez lesz a mai játékunknak a neve, címe. Azt nem tudom, hogy hogy egerezzek, úgyhogy megőszem a kamerába is benne legyek. Múltkor nagyon mérgesek voltatok, mert nem játszottam ezzel a játékkal. Majdnem. Aszta! Hogyha jól láttam, akkor még rengeteg új autót lehet kinyitni, és rengeteg új pálya van, úgyhogy ez azt jelenti, hogy rengeteg új sorozat fog készülni ebből a videóból. Ha viszont tetszett ez a videó, akkor dobjatok egy lájkot, amíg nem vagytok feliratkozni, akkor iratkozzatok fel, és... Na most viszont, hogy túl vagyunk a mai melón. Itt az ideje egy fürdés előtti gyors mosásnak. Nézzük csak. Igen, itt az edzés cuccom, valószínűleg ez az. Úgyhogy ezt most kimossuk. Bedobjuk gyorsan a mosógépbe. Ameddig gyorsan megfürdök, és megpróbálom visszatartani a lélegzetemet 4,5 óráig, gyorsan kimoshatom a mosógéppel ezeket a ruhákat. Nézzük csak. Hogyha ez a mosogatógép, akkor ennek kell lenni a mosógépnek. Szóval akkor ezt berakjuk ide. Ja. Az elmúlt fél kötőjel 3-4 évet azzal töltöttem, hogy különböző tudományos állításoknak néztem utána az interneten, ahol kiderítették és bebizonyították azt, hogy egy ember képes megfelelő gyakorlással akár 4,5 óráig is lemaradni a víz alatt. Általában ezt szoktam gyakorolni napközben. Majd esténként a kádban, illetve délutánonként. Vagy amikor vége a melónak. A legjobb barátomtól, Harrytől kaptam egyébként egy felmosó vödröt, amiket szeretek összetörni. Most ezt nem fogom összetörni, viszont nem tudok felmosni se vele, mert ilyen feltörlő cucc nincsen, csak egy part vizsda, de nem fér bele, úgyhogy sajnos ezzel nem lehet megoldani. Viszont készen vannak a ruhák, amiket kimosott a mosógép, ezeket már csak ki kell teregetni, és igazából a mai napra készen is vagyunk. Csőtes! Meghúztam picit a izét, eltörtem egy tányért, de... Tudod, mi fog még eltörni? Az állad. De jó volt, driftelgettem egy picit, jó volt. Jó vicces. Barninak amúgy, majd ezt akartam mondani, hogy 2:20-szal a földúton kicsit ráz a kocsi. Na milyen volt, srácok? Hosszú nap volt, és fáradt vagyok. Én aludtam a kanapédon. Igen, tényleg. Nagyon fáradt vagyok. Na hát ugyanúgy, mint múltkor, most is itt a Citadellánál végzünk. Ábel, milyen volt Harrynek lenni egy napja? Nagyon jó, egyébként nem tudtam, hogy miket csinálhatsz otthon, úgyhogy majd meglátod. Hát azt tudnád, akkor... meglátod az én videómban, hogy miket csináltam. Köszönöm a kocsit, ezt meghúztam egy picit. Uh-huh. Lakáskulcs az autóba ott a közepén. Jó, köszönöm. Barni, milyen volt? Ábelnek lenni. Milyen volt?
Jó volt a kutyával? Milyen, tényleg? Amúgy? Kell kutya? Kell kutya? Nem. És gyere? Felszedted a szart. Kis hörcsök se kell. Felszedted a szart. Fel, de Tobi zöldet, sorry. Fúj, most komolyan. Esküszöm, olyan azért, zöld, mint... Azért, mert elvett egy, egy törölközőt, és szerintem a szarja kép. Fanzióval elvett egy törcsit. Na hát a srácoknál meg tudjátok nézni az ő videójukat, ugye Ábelnél, ahogy én voltam, a Barninál, ahogy Ábel volt. Ez nagyon jó. Ezen kívül pedig erre az évre nagyon sok mindenek készülünk nektek, amiről még semmit nem mondunk el, de biztos, hogy durantani fogunk. Úgyhogy köszi szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, most tényleg iratkozzatok fel, kövessetek be Instagramon. Most tényleg, amúgy nem, de most tényleg. Kövessetek be Instagramon, és hamarosan találkozunk a következő videóban. Sziasztok! Ábel! Várjál! Várjál, tesó! Nem tudom, hogy van a hang. Barni egy kicsit olyan gyötör. Várjál,